Köszöntöm nézőinket! Önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják, Liszkai Lórán vagyok. Fők témáink néhány mondatban. Tolna vármegyei jogásznap. Tuzson Bence igazságügyi miniszter is részt vett a szexárdi eseményen. Ritka lelet. Tolnán az 1500-as években épült törökföldőre bukkantak. Még mindig sok a baleset, tűzeset. Óvatosan közlekedjünk. Előadás a generációváltás nehézségeiről. Hogyan tudjuk átadni a cégünket a fiatalabbaknak? A Magyar Jogász Egylet Tolna vármegyei szervezete Tolna vármegyei jogásznapot tartott Szekszárdon a Vármegyeházában. Az eseményen felszólalt és előadást tartott Tuzson Bence, igazságügyi miniszter is. Tolna vármegyei jogásznap Szekszárdon. Az eseményen számos jogászi hivatás rendből érkeztek előadók és vendégek, akik közösen egy tartalmas szakmai rendezvényen vettek részt. Ez egy ünnep valamennyiünk számára, és én azt gondolom, hogy színvonalas szakmai előadásokkal tudjuk ezt az ünnepet még magasztosabbá tenni a saját számunkra. Tulajdonképpen mindenki talál az érdeklődésének megfelelő előadást a mai napon is. Én azt gondolom, rendkívül jó előadások lesznek, én ismerem az előadásoknak a témáit, tehát tényleg én úgy gondolom, hogy akik ma eljöttek, azok nagyon jó előadásokat fognak hallani. A szakmai napon részt vett Tuzson Bence, igazságügyi miniszter is. Előadásának témája többek között a jogásság társadalmi szerepének átalakulása volt, de az igazságügyi miniszter egyéb aktualitásokról, többek között a határvédelemről is beszélt. 2015-től kezdődően csaknem 800 milliárd forintnyi összeget fordítottunk határvédelemre a déli szakaszon, tehát a déli határaink megvédése érdekében, határzár felépítésével és annak folyamatos védelmével. Azt láthatjuk, hogy ennek persze az eredménye is nagyon jó, hiszen 2015-ben több százezer ember jött át, vagy próbált átjönni a magyar határon. Most ez a szám, ez alig több, mint 5000, tehát viszonylag kevés emberről van szó. Az igazságügyi miniszter azt mondja, a határokat továbbra is meg kell védeni. Ha európai határokat védünk, akkor ez ne csak a magyar emberek költségén legyen, hanem bizony az Európai Unió költségén is. Van ennek alapja, mert az Európai Unió működéséről szóló szerződés 80. cikke tartalmaz rendelkezést a határvédelemmel kapcsolatban, és arról is, hogy bizony itt az európai szolidaritásnak elsődleges szerepe kell, hogy legyen, a pénz elosztás tekintetében is. Nos, ez a valóságban nem valósul meg, ezt viszont Magyarországnak érvényesíteni kell, és ezért nemzetközi jogászoknak a bevonásával pert fogunk indítani az Európai Bizottság ellen, fizessék ki Magyarországnak azt, ami jár. Balogh János országos rendőrfőkapitány úgy fogalmazott, sok munka és erőfeszítés áll a magyar rendőrség eredményei mögött. A kiberbűncselekmények esetében úgy gondolom, hogy sikerült bemutatnom azokat az eredményeket, amit az elmúlt másfél évben a magyar rendőrség elért. Ennek látható eredményei vannak a trendekben, a bűnelkövetők számában és a megőrzött vagy visszaszerzett pénzek mennyiségében. Ez azonban soha nem fogja helyettesíteni az emberek öntudatosságát, biztonságtudatosságát, óvatosságát. Görög Márta, a Szegedi Tudományegyetem Állam és Jogtudományi Karának dékánja a mesterséges intelligenciáról, digitalizációs versenyképességről számolt be. A mesterséges intelligencia és a digitalizáció vonatkozásában mi a jogszerepe? Egyáltalán hol van a jogszerepe és mi a jogszerepe? A jognak olyan szabályozóként kell-e megjelenni, ami korlátozó, bekorlátozó, avagy olyan szabályozóként kell megjelenni, ami támogató, értve az alatt, hogy az innovációt, a fejlesztéseket támogatja. Én ez utóbbi pártján vagyok e vonatkozásban. A jogásznapot megelőzően a Vármegyeházán a Szekszárdi Ügyvédi Kamara elnökségi ülését is megtartották. Komoly fürdőkultúra, padlófűtés és falban elhelyezett vízvezeték is volt az 1500-as években Tolnán. Most egy építkezés során bukkantak rá az országos jelentőségű leletnek számító törökfürdőre. A Tolnai Dunaparthoz közel a Malom utca 51-es szám alatt állt egy kicsi romos lakóház, amelynek bontását idén augusztus elején kezdte meg a tulajdonos. A munkálatok közben a padlózat alól egy széles, kőből készült fal maradványa bukkant elő. Egy nagyon masszív, nyugat-kelet irányú fal került elő, amelyet elkezdtünk vizsgálni. Korábbi években a szomszédtelken már találtunk egy olyan építményre utaló nyomot, amely
feltette, hogy esetleg 17-18. Századi épület van itt a környéken, és ez most bebizonyosodott, hogy egy olyan épület került elő, nem csak ezen a két telken, hanem két további telken is, egy ilyen 15-16 méter hosszú, legalább 8 méter széles építmény, amelynek a funkciója a fürdő volt, méghozzá Tolnának a törökkori fürdőjét sikerült itt megtalálni. A feltárt területen feltehetően a hagyományosan legalább három helyiségből álló török fürdő forró medencés része üzemelt egykoron. Erről írott források beszélnek, 1570 körül építették fel, és a maga a fürdő az a török időszak végén, tehát 1686 környékén befejeződött, tehát 100 éven keresztül működött ez fürdőként, azonban az épület az még az 1820-as térképeken még szerepel, itt a Malom utcának ez a Dunai felőli végén. A szenzációs lelet egy 250 éven keresztül fennálló épület. Ez jelen pillanatban Tolna város legrégibb állófallal rendelkező épület. Itt a hátam mögött látható egy közel 4 méter hosszú, 3 méter magas falszakasz, ami az épület forró medencés fürdőjének egy részlete, rajta egy ajtónyílással, illetve pillérindítással, úgyhogy ebből a szempontból, helytörténeti szempontból is ez kiemelkedően fontos. Azonban a török fürdők sincsenek nagy számban a hódoltság területéről, 50 fürdőről van körülbelül írott forrásokban adat, és ezek közül 10-et ismerünk régészetileg, tehát hogy egyáltalán hol volt, hogy nézhetett ki. Tolna a 7. helyszín az országban, ahol ilyen jellegű építmény előbukkant. Egy újfajta látványosságot jelentett Tolna városának a 16. századi török fürdő, ami nem csak itt, hanem a környéken sincs sehol. Tamásiban is elhelyezett olyan piktogramokat a rendőrség, melyek a körültekintőbb közlekedésre hívják fel a figyelmet a zebráknál. A baleset megelőzési kampány célja tudatosítani a gyalogosokban azt, hogy amíg áthaladnak a kijelölt gyalogos átkelőhelyeken, ne használjanak mobiltelefont, valamint ne hallgassanak zenét a fülhallgatón keresztül. Ismeretlen tettes ellen indult eljárás egy szekszárdi ékszerüzlet eladójának feljelentése alapján. Egy németül beszélő férfi még júliusban vásárolt közel 500 000 forint értékű aranyékszert az Arany János utcában. Bankkártyával fizetett volna, azonban a vásárlás megfelelő egyenleg hiányában nem valósult meg, a férfi pedig ekkorra már távozott. A szekszárdi rendőrök az ismeretlen vásárló személyazonosságának megállapításához kérnek segítséget. Szeptember 6-án pénteken elrajtolt az idei Tolnai Bárka Fesztivál. A kétnapos rendezvény színes programokkal és koncertekkel várja a látogatókat. A szeptember 7-i szombati napon halfőző versenyt rendeznek, a legkisebbeket pedig gyermekprogramokkal várják. A kilátogatók koncerteket is megtekinthetnek, fellép Kovács Alíz és zenekara, este pedig az ismerős arcok is. Heteken belül érkezik a lehűlés, de egyelőre továbbra is a hőség határozza meg hétköznapjainkat. Sajnos még mindig sok a baleset és a tűzeset, amelyek kellő körültekintéssel megelőzhetőek lennének. Még mindig érvényes az ország teljes területére kiterjedő tűzgyújtási tilalom. A katasztrófa védelem kéri, hogy tekintettel az asszályos időszakra sehol se gyújtsunk tüzet. Egymást érik a szabadtéri tűzesetek, mert 131 alkalommal kellett Tolna vármegye tűzoltóinak ilyen jellegű tüzekkel megbírkóznia. Ez mintegy 280 fecskendő tűzoltójárműt kellett ezeknek a tüzeknek az eloltásához így biztosítani, és közel 100 hektárnyi terület az, ami teljes mértékben már lángok martalékává vált. A kánikula figyelmünket negatívan befolyásolja, ezzel érdemes számolnunk, mielőtt útnak indulunk. Ez Tolna vármegye útjain is sajnos meglátszik, mint 192 esetben kellett már a tűzoltóknak közúti közlekedési balesetekhez sietniük. Ezek csak azok a közúti közlekedési balesetek, amelyek tűzoltói beavatkozást is igényeltek, és 128-an sérültek már meg Tolna vármegye útjain, sajnos 8 további ember életét már nem lehetett megmenteni. Ezt az időszakot lehet arra fordítani, hogy felkészüljünk a közelgő fűtési szezonra. Ha otthonunkban még hagyományos vagy gáz, illetve szilárdtüzelésű fűtőberendezés található, ehhez természetesen kémények vannak telepítve, tehát az égés termék elvezetők karbantartása is rendkívül fontos annak érdekében, hogy majd a téli időszakban a kéménytüzeket meg tudjuk előzni. Ez most nagyságrendileg mintegy két hét átfutási időt jelent, ami azt jelenti, hogy ha magánszemélyként megrendeljük a kéményünk takarítását, akkor körülbelül két hét múlva fognak érkezni a kéményseprők majd ennek a munkának az elvégzéséhez.
Itt gázüzemű tüzelőberendezések esetében 2 évente, míg szilárdtüzelésű fűtőberendezések esetében pedig évente célszerű ezt a munkát elvégeztetni. Amennyiben valamilyen okból mégis tüzet gyújtunk, fontos, hogy azt soha ne hagyjuk magára, ugyanis ebben a szárazságban nagyon hamar megtörténhet a tovább terjedése, ami akár nagyobb bajt is okozhat. Iskolai projekthetet tartottak a Tolna vármegyei szakképzési centrum intézményeiben. A Bonyhádi Percel Mór iskolában például kvíz feladatokat oldottak meg és kisfilmet gyártottak a diákok. A Dombóvári Apácaiban a fiatalok visszaváltható üvegek újrahasznosítását hirdető plakátokat terveztek és miniatűr kerteket is készítettek. A Tamási Vályi Péter iskolában a különböző ágazatok mutatták be projektjeiket. Az őszi káposzta repce vetéséhez csak kisebb foltokban van elegendő nedvesség a talajban, az ország döntő részén igen száraz, poros a vetés által érintett talajréteg, írta a Hungaromet ZRT csütörtöki agrometeorológiai elemzésében. A Tolna vármegyei kereskedelmi és iparkamara rendszeresen oktató szándékkal előadásokat tart vállalkozásoknak, amelyen legutóbb fókuszban a generációváltás nehézségei voltak. A megjelentek is megerősítették, a probléma aktuális, jelenleg is nehezíti a cégek életét. Mi tényleg a mai napig visszük a saját cégünket, és nekem az alapvető értékrendem az, hogy nem taníthatunk semmi olyan, amit nem tudunk a saját életünkben példaértékben megmutatni nektek. Minden alkalommal próbálnak olyan témával előállni, ami a vállalkozások zömét foglalkoztatja, mondta Hornok Jenő, térségfejlesztési koordinátor. Ugye céges generációváltás statisztikai adatok alapján elég sok vállalkozást, családi vállalkozást érint, nagyjából 130 ezres létszámot, és azt gondolom, hogy ez olyan terület, ami nem nagyon kerül előtérbe napjainkba, kicsit mintha így a cégvezetők nem fordítanának elég figyelmet rá, vagy a tulajdonosok, holott az adott vállalkozás hosszú távú fenntarthatósága és működése szempontjából ez roppant fontos és érdekes téma. Az összes ágazatot érinti ez a nehézség, ezért minden érdeklődő számára tudtak hasznos tanáccsal szolgálni. Azt gondolom, hogy tanulni fogunk mi is, mint kamara belőle, és azt gondolom, hogy majd a visszajelzések is pozitív irányba mozdulnak, és akkor erre építve akár majd ezt a témát folytatni is tudjuk mélységében. A megjelentek Szekszárdon meghallgathatták Lackó Pétertől, hogy alapjaiban hogyan kell lezajlania az átadás-átvétel folyamatának. Erre érdemes nagyon odafigyelni, lévén, hogy még nemzetközi szinten is az első generáció váltását, még nemzetközi szinten is csak a vállalkozások 30%-a éri túl. Tehát meg fogom mutatni, milyen alapvető feltételek kellenek ahhoz, hogy egy generációváltás sikeresen végbe tudjon menni. Milyen buktatói vannak ennek, és természetesen adok olyan megoldást is, amit ha az itt ülő hallgatók, ha figyelembe vesznek, és a saját vállalkozásaikra sikeresen le tudják képezni, akkor már van esélyük arra, hogy sikeresen végig tudjanak menedzselni egy generációváltást. A kamara tervez a közeljövőben egy adatvédelemmel, adatbiztonsággal kapcsolatos előadást is, ami a visszajelzések alapján szintén időszerű napjainkban. Regionális híreink következnek. Fedett jégpálya, dupla nyitvatartási idő, 1 milliárdból fejlesztenék a pécsi jeges létesítményt. Iskola példakampány, baleset megelőzési összefogás a gyermekekért Pécset. Új diákok, új szabályok. Elindult az idei tanév a Koch Valéria iskola központban is. Akár 6 hónapig is nyitva lehet a pécsi műjégpálya, ha le tudják fedni. Ehhez megvan a szükséges forrás, ami 1 milliárd forint. Ez derült ki az önkormányzat gazdasági bizottságának ülésén. Csütörtökön arról döntöttek, hogy elindítják a fejlesztési folyamatot.
Korcsolyázok Pécsen a jégpályák éjszakáján januárban. A pécsi létesítmény fedetlen, ezért csak igen rövid ideig tudják használni a jeges sportok művelői. Ez mintegy 3-4 hónap az időjárástól függően. Olvasható abban a városi előterjesztésben, ami a műjégpálya befedésének lehetőségét vázolja. Ezt tárgyalták csütörtökön a Város Gazdasági Bizottságának ülésén. A műjégpályát jelenlegi formájában 81-ben építették, és itt az a probléma, hogy nem fedett, így a használata az néhány hónapra van korlátozva, amikor az időjárás engedi. Ennek a megoldása érdekében szeretnénk lefedni a műjégpályát, ami úgy tűnik, hogy sikerül is megvalósítanunk, tekintettel arra, hogy most elindítottuk ezt a projektet. A lefedés egy része egyébként TAO forrásokból valósul meg, ezen kívül önerőből és önkormányzati támogatásból, az összköltségvetés körülbelül bruttó 1 milliárd forint. Az előterjesztés nem tartalmaz kész építési tervet. A költségbecslést az előzetes igények alapján állították össze a szakemberek. Az 1 milliárd forintból ez egy komolyabb szerkezet lesz, nem pedig a már teniszpályáknál látott sátras megoldás, véli a bizottsági elnök. Ez egy komolyabb szerkezet lesz. Én a pénzügyi részét láttam, mint a Költségvetés és Gazdaság Bizottságnak az elnöke, tehát a mérnöki részét nem ismerem annyira, de minden esetre komolyabb szerkezet lesz, ami biztosítja majd azt a tervek szerint, hogy a műjégpálya nyitvatartása körülbelül kétszer olyan hosszú ideig tartott, mint jelen pillanatban. Ez a jelenlegi számokkal számolva azt is jelenti, hogy akár fél évig is nyitva lehet a műjégpálya. Most a bizottságban a folyamat első lépéséről döntöttek. A városi fejlesztési céget és a pécsi sportholdingot kérték fel, hogy indítsák el a közbeszerzéshez szükséges munkákat, szervezzék a marketing kommunikációt. Rendőrök, polgárőrök, közterületesek vigyázzák a kicsik biztonságát a pécsi iskolák körül szeptemberben. A közúti átkelésnél segítik a diákokat, hogy elkerüljék a baleseteket. Az iskola példa elnevezési akcióval a város oktatási intézményei körül találkozhatnak az autósok. Folyamatosan érkeznek az iskolások csütörtök reggel ehhez a zebrához, ahol rendőrök segítik az átkelést. A pécsi Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola közelében az iskolakezdéskor jelentősen megnő a forgalom. Ezért ez az egyik helyszíne a rendőrség szeptemberi akciójának a városban. Útjára indult iskola példa elnevezésű kampányunk. Az azt hivatott szolgálni, hogy mivel a gyermekek a legveszélyeztetettebb és legsérülékenyebb képviselői közlekedésnek, az ő biztonságuk érdekében jött létre a kampány. A kisebbek még a szüleikkel jönnek az iskolába, a nagyobbak már önállóan. Ez azonban veszélyeket rejthet, mondja a rendőrőr nagy. A kisgyermekek egy részét autóval szállítják iskolába, a nagyobbacskák sűrűn közlekednek már kerékpárral, illetve rollerrel. Az ő szüleinek a figyelmét szeretnénk felhívni ezúton, hogy a gyermekeket akkor engedjék önállóan közlekedni, hogyha a szabályismereti tudásuk ezt alkalmassá teszi erre őket, illetve használnak fejvédőt, kerékpáros fejvédőt, úgyhogy igazából így lehetnek biztonságban az utakon. Bár több gyermek közlekedik iskolakezdéskor, mégsem több a baleset. Köszönhető ez a rendőri jelenlétnek is, mondja Bertáné Wingert Erzsébet. Nem jellemzőek a gyermekbalesetek iskolakezdés időszakában sem, hiszen kiemelt figyelmet fordítunk a biztonságukra, éppen ezért, mert a szabályismeretük elég alacsony, nem ismerik fel a rájuk leselkedő veszélyeket, a kockázatokat, ezért nekünk kell vigyázni rájuk. Tehát bárhol lehet számítani gyermekek felbukkanására, ugye bárminek a takarásából az úttestre léphetnek, úgyhogy ők ezzel nincsenek tisztában. Picik nem látják át még a forgalmi helyzetet, nehezen tudják felmérni, illetve nem is tudják felmérni, hogy egy jármű milyen távolságra van tőlük, illetve milyen sebességgel közeledik feléjük. Azok a szülők, akik autóval hozzák gyermeküket az iskolába, mindig a járda felüli oldalon engedjék kiszállni a kis diákokat. Ne álljanak meg tilosban, és használják a Kiss & Go parkolókat, javasolja a rendőrség képviselője. Az iskola példaakció egész szeptemberben folyik majd. A becsengetés előtt reggel, majd délután a tanítás végeztével is rendőrök, polgárőrök, közterületfelügyelők segítik a gyerekek közlekedését, átkelésüket a forgalmas utakon, a pécsi iskolák környékén. Elstartolt a 2024-2025-ös tanév országszerte az ősz kezdetével. A diákokat új szabályok érintik az elektronikus eszközök használatával kapcsolatban. Azonban emellett sok iskola beintegrálja az internetet az oktatásba.
Stábunk a pécsi Koch Valéria iskolaközpontban járt, ahol az idei tanévről kérdeztük az intézmény igazgatóját. Elindult az idei tanév a pécsi Koch Valéria iskolaközpontban is. Az általános iskolában és a gimnáziumban is több osztályi tanuló kezdte el az új tanévet. Az idei évben két új 9. osztállyal fogunk indulni, az első évfolyamra pedig 3 osztályba tudtunk beiratni diákokat, ebből az egyik egynyelvű osztály. Körülbelül 900 diákkal indulunk a tanévben. Az idei tanévben lépett életbe a telefonok és egyéb elektronikus eszközök szabályozása a közoktatásban. A Nemzetiségi Gimnáziumban, amellett, hogy az eszközök használatát korlátozzák, alkalmazzák a digitális oktatást, és ezen nem terveznek változtatni. Az idei tanév elején elég sok újdonság van, mind a diákok, mind pedig a tanár kollégáink számára. Ha a diákokkal kezdeném, akkor a telefonokra, az okos eszközökre vonatkozó szabályozás az, amelyik mindenkire vonatkozóan sok újdonságot jelent. A házi rendünket is ennek megfelelően megváltoztattuk. Az okos eszközök használatára a tagozatonként különböző szabályozás fog vonatkozni. A tanév a nap elején beszedjük a telefonokat. Vonatkozik a laptopokra és az okos órákra is, hogy a szünetekben, illetve az érkezést követően a tanóra megkezdéséig ezeket az eszközöket nem lehet használni. Én azt gondolom, hogy pozitív módon hozzá fog járulni az egészséges kommunikációhoz az intézményben, a gyerekek végre beszélgetnek majd egymás. A Koch Valéria Gimnázium október 11-én egy nyílt nap keretében várja az érdeklődő diákokat, amelyre az iskola honlapján lehet regisztrálni. Nézzük Tolna vármegye híreit még egyszer, röviden. Tolna vármegyei jogásznap. Tuzson Bence igazságügyi miniszter is részt vett a szexárdi eseményen. Ritka lelet. Tolnán az 1500-as években épült törökföldőre bukkantak. Még mindig sok a baleset, tűzeset. Óvatosan közlekedjünk. Előadás a generációváltás nehézségeiről. Hogyan tudjuk átadni a cégünket a fiatalabbaknak? A hétvégén jelentős változás még nem következik be a légköri helyzetben, a nyugat felől érkező frontok egyelőre megtorpannak a Kárpát-medence határánál. Alapvetően napsütéses, nyári meleg időre lehet készülni, de változó erősségű gomoly felhőzet adhat időszakos árnyékot. Friss hírekkel legközelebb hétfőn este jelentkezünk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!